Sziasztok! Szeretném nektek megmutatni egy lekötött gubancgátlós csukázó szerelék elkészítését. Erre a szerelékre leginkább akkor lehet szükségünk, ha egy helyben szeretnénk tartani a csalihalunkat. A szerelék lényege, vagyis lelke, mondhatnám, a gubancgátló cső, ami jelen esetben egy sima féder horgászok által használt kis gubancgátló cső. Ez lehet olyan, amelyikben csak simán egy kis karabiner van, vagy lehet olyan, amelyiken forgós karabiner van. Hát kinek mi van, bármelyik jó lehet a célra. Annyiban módosítottam, hogy egy picit megmelegítettem itt a rövid oldalnak a tövét, és hajlítottam még rajta, hogy legalább derékszögbe álljon. Na akkor nézzük is, hogy indul a dolog. Tehát a főzsinórunkra először is föltesszük az úszót. Az úszót meg kell ütköztetnünk a felső ponton, vagy gumiütközőt használunk, vagy cérnaütközőt használunk. Én jelen esetben cérnát, nem szeretem a gumiütközőt, nem találtam még olyan gumiütközőt, ami normálisan fogná az úszónkat, főleg itt. Tehát egy cérnaütközőt kötünk föl. Legalább 6-szor áttekerjük. Meghúzzuk. A fölösleget levágjuk. Meghúzás előtt be lehet nedvesíteni a csomót. Igen, megvan a felső ütközőnk. Ezután ugye az úszónk az ezen átcsúszna. Ha karabinert használunk, akkor nem muszáj gumigyöngyöt vagy műanyaggyöngyöt használni. Ha csak simán az úszót tesszük föl, akkor kell nekünk egy kis gumigyöngy vagy egy sima műanyaggyöngy. Olyan, ami nem csúszik föl az ütközőnkre. Tehát fölteszünk egy gumigyöngyöt, azután jön az úszó. Azután jön megint egy gumi. Az úszót alul is meg fogjuk ütköztetni. És egy cérna ütközőt kötök alulra. Ezt meghúzzuk. Fölösleget levágjuk. És megvan nekünk az úszónk felső és alsó ütközője. Ezután nem a legegyszerűbb szerelékről van szó, így főleg a kötés védelmére teszünk föl még egy gumi gyöngyöt. Ide gumi gyöngyöt tegyünk, nem műanyagot, ha egy mód van rá, és akkor jöhet a gubancgátló. A gubancgátlónak a rövidebb oldaláról fűzzük be a zsinórunkat.
és teszünk még egy gumigyöngyöt, ha ez megvan, ugyancsak a kötés miatt. Aztán, ha ez megvan, akkor jöhet a drótelőkénk. A drótelőkénk hosszát próbáljuk úgy választani, hogy a gubanc gátlónknak a hosszú oldalánál ne érjen tovább, tehát ne tudjon. Ha nagyon, akkor úgyis föltekeredik az alsó zsinórra, de azért nagy mértékben kiküszöbölhető ezzel a gubanc gátlóval az, hogy a kishalunk feltekeredjen az olmos zsinórunkra. Ezt fölkötjük egy univerzális csomóval, mondjuk, de én általában mindig ezt használom. Feltéve, hogyha sikerül megkötnöm. Meghúzzuk. Igen, lehúzzuk, és a fölösleget levágjuk. És már nagyjából kész is vagyunk. A gubanc gátlónknak a kis karabinerébe. Ugye itt tudjuk beállítani azt, hogy a kishalunk milyen magasságban helyezkedik el a fenéktől. Erre választhatjuk ugyanazt a zsinort, tehát a fő zsinórunkat, vagy választhatunk akár vékonyabb zsinort is, és akár egy szakítós szereléket is összerakhatunk így, ami azt jelenti, hogyha bevágunk, vagy hogyha beakad esetleg az olmunk valahová, akkor elszakad a zsinór, és nem kell avval kínlódnunk fárasztás közben, mondjuk, hogy a beakadt olmunkat kiszabadítsuk. Erre használ, tehát kell nekünk egy ólom. Az ólom súlyát úgy választjuk meg, hogy az úszónkat mindenképpen egy helyben tartsa, tehát túlsúlyozzuk úgymond az úszót. Ez mondjuk egy 40 grammos ólom, az úszó az ilyen 25-30 grammos, úgyhogy ezzel simán egy helyben tarthatjuk. Ezt rögzítjük a zsinóron, ugyanúgy egy univerzális csomót használok most erre. Húzzuk. Fölösleget levágjuk. És itt jön az, hogy mi a húrkot azt olyan helyre, olyan magasságban helyezzük el rajta, amennyire a fenék fölött szeretnénk felkínálni ugye a kis halat, ahogy már az előbb ezt említettem. Ezt egy sima dupla hurokkal megkötjük, ha sikerül. Így van. És ezt be
akasszuk a karabinerünkbe, és el is készült a szerelék. Picit összerámolok itt, hogy meg tudjam mutatni. Tehát a szerelékünk így néz ki. Egy horgot is beleteszek. Jelen esetben én 3-as horgot szoktam használni. Na most, így néz ki a kész szerelékünk. Akkor nézzük végig. Először is van nekünk egy cérnaütközünk, egy műanyag vagy gumigyöngyünk, jön az úszó, itt használhatunk karabinert esetleg, akkor az kiváltja végül is a gyöngyöket, tehát akkor nincs szükségünk gyöngyre. Ha nem használunk karabinert, akkor muszáj föltennünk, mert a zsinór vezetőnk az átcsúszik a cérnán, de használhatunk ezek helyett akár gumi ütközőket is, és akkor ez az egész, erre nincs szükség, nem lesz egy gyöngytemető a szerelékünk végül is. Aztán, tehát felső ütköző, gumi, úszó, gumigyöngy, cérnaütköző, aztán van itt nekünk még egy gumink, ugye ez azért kell, vagy egy gumigyöngy, vagy egy műanyaggyöngy, hogy az alsó cérnaütközőnk ne csúszson bele a gubancgátlócsőbe. Tehát utána jön a gubancgátlócső, a főzsinórunk átmegy a gubancgátlón, kijön, ott van még egy gumigyöngyünk, ez a kötésünket védi, amivel rögzítjük a drótelőkét, és van még itt nekünk a karabinerünkbe csatlakoztatott kis előke zsinórunk, amivel a kis halunk felkínálásának a magasságát tudjuk állítani. Nem tudom, hogy érthetően mondtam-e, de szerintem a képen látszik minden. Picit összép próbálom húzni a dolgot, hogy meg tudjam feszíteni. Lássátok, hogy mi a helyzet. Tehát a lényeg az ez. Ugye itt, hogyha nekünk az úszó bent van, ez ugye megfeszül ez a zsinórunk, és ez a gubanc gátlónkat ugye abba a pozícióba tartja, amiben nekünk éppen szükséges, tehát ez így merőlegesen fog állni a két zsinórra. Nyilván a kishalunk, ahogy mozog, ugye ő azért föl tud elméletileg csavarodni az alsó zsinórra akár, de azért ezzel a gubancgátlóval ez nagy mértékben kiküszöbölhető. Nem a legegyszerűbb szerelék, de szerintem sok bosszúságtól megóv minket, ha kipróbáljuk. Hát nagyjából ennyi. Próbáljátok ki. Szerintem mindenképpen megéri. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Aztán jó fogást kívánok mindenkinek. Sziasztok!